Sziasztok, köszöntelek titeket! Ebben a rövid családállítós videóban arra kérdésre szeretnék választani, hogy melyik témát választ, ha mész családállításra, hogyha úgy érzed, hogy itt az ideje. Én azt szoktam mondani, hogy azt a témát választ, ami leginkább nyomja a lelkedet, amire már szeretnél megoldást találni, és vállalod a felelősséget, és mersz ránézni. Ne egy olyan témát válasz, hogy hát nem tudom, ezt így elhoztam, de igazából annyira nem érdekel. Ebben nincs energia, ebben nincs töltet. Ha így állsz hozzá, és így hozol egy témát, akkor valószínűleg ez is fog megmutatkozni. Jó, tehát azt, ami jobban megérint. Ilyenkor azonban az elme szokott egy picit így összezavarni minket, és elkezdünk agyalni, és elkezdünk sakkozni azon, hogy mégis melyik téma az. Na, ilyenkor kell szépen ezt így helyre tenni. Azonban nem baj, hogyha egy állításra két témát hozol, legyen egy csoport, vagy legyen ez személyes, mert ott el fogjuk tudni együtt dönteni, hogy melyik téma legyen. Amikor azt érzem, hogy ilyen felületes és igazából úgy nincs ereje, akkor azt nem szoktam javasolni, inkább azt, amiben érzem az erőt. Illetve volt már olyan is, hogy volt egy, kettő, illetve három téma, és mégsem mutatkozott meg úgy igazából semmi, majd egy következő téma volt az, amire az adott pillanatban az illetőnek szüksége volt. Tehát, hogyha tudsz ilyen bizalommal fordulni a lelked felé, akkor akár segít neked a mező megmutatni azt, hogy mire van szüksége a lelkednek, úgyhogy merj bízni benne.